Az Extreme nagyatárd nevezési irodája csütörtök reggel nyílt meg. A versenyzők itt regisztrálhattak, illetve kaphatták készhez a rajtszámukat és a rajtcsomagjukat. Ellenkezőleg. Erre van a fordító. A péntek délelőtt főszereplői a gyerekek és a vállalkozó szellemű hölgyek voltak. A nap eseményeit a Csak fuss és mosolyog elnevezési futóversennyel nyitották meg. A 2,5 kilométeres távval idén 66-an néztek szembe. 2, 1... This is our life, you know. We train, we travel, we Ez az életünk, tudod. Edzünk, utazunk, versenyzünk, alszunk. Ez erről szól. Persze van egy családunk, de az életünkben minden a triatlon körül forog. Around triatlon. Ezt követően az Extreme Manó lelkes kis versenyzői futották le a korosztályuknak megfelelő távot. Ők idén több mint 150-en vágtak neki a távnak. A befutók érmeit Kindl Gábor biztosította, aki idén már a Magyar Triatlon Szövetség elnökeként vett részt az év leghosszabb napja köré szervezett program sorozaton. Kicsit tessék visszamenni. A felkészülést a gyerekek is komolyan vették. Különböző mozgásformákkal ugyan, de szorgosan edzettek a futamra. Anyával leszoktunk menni biciklivel, és utána futok meg. Ha leszoktunk menni a rinyára horgászni, akkor apának mondom mindig, hogy a kocsi mögött hadd fussak, vagy a kocsi előtt. És akkor ezzel gyakoroltam mindig. Gellért tavaly első helyen végzett az Extreme Manón. Ezúttal is korán kelt, hogy időben érjen a versenyre. Ő és a családja ugyanis Dombóvárról érkeztek. Én kosáredzésre szoktam járni, már óvodába kosáredzésre jártam. Csak egyszerűen magamtól szeretném teljesíteni, hogy a jövőben sikeres legyek. A gyerekek versenyét immár a negyedik éve támogatja olimpiai ökölvívó bajnokunk Kovács Kokó István. Minimális szinten támogatóként is jelen vagyok most már évek óta, hiszen annak idején, amikor a WBO alelnöke voltam, akkor a WBO-nál rendelkezés álló keretemből támogattam a gyermekek futóversenyét a pólókkal, ajándékokkal. Most, hogy ez a munkám már véget ért és kezdődött egy másik munkám, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnél, mint főtitkár, most ugyanígy ott vagyok a támogatók között, most is a gyerekeket támogatjuk ezzel a pólóval, ami rajtam is van, amelynek van egy fontos üzenete, Stronger than yesterday, azaz valóban erősebb vagyunk. Holnap erősebbek leszünk, mint amilyen erősek voltunk tegnap, tehát nap mint nap az ember erősebb tud lenni, ha dolgozik, és ez a gyerekeknek egy kiváló üzenet, hogy higgyenek magunkban, és akkor erősebbek lesznek, mint tegnap. Nagyon veszélyes. Azoknak a gyerekeknek sem kellett kimaradniuk a verseny öröméből, akik önállóan még nem futhattak. A babakocsis futam kifejezetten nekik készült. Ez a babakocsis futás, ez nagyon jó, mert nem kell a gyereket lepasszolni, vagy babysittert, nagymamát keresni, hanem egy órára nyugodtan el lehet menni, nem csak sétálva, hanem kocogva. Itt nem a gyorsaság számít szerintem a babakocsis futásnál, hanem rendszeresség, meg egy kicsit hosszabb táv, ha már egy órát valaki így kocog, meg sétál, meg kocog, az már nagyon jó sport teljesítménynek mondható. Ügyes voltál. Hűha, de szoros, hűha, de szoros! Nagyon izgalmas! Ez csak célfordul döntetik el. Hoppá, cicára!
A verseny főrendezője dr. Herr Gyula sikerként értékelte az eddigi programokat, és bizakodva tekintett a másnapi versenyre. Azt gondolom, egy igazán jó felütése volt ez az extrémen hosszú hétvégéjének a majd délelőtt, hiszen rengeteg mosolygó arcot, vidám arcot vehettetek ti is a kamerára, és mi is tapsoltunk nekik, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Ennek a mai napnak az volt ugye a szlogenje, hogy mozgassuk meg a családot. Közel szerintem 200 résztvevőnk lehetett, elég lett az érem, ez mindig egy nehéz kérdés, de elég lett az érem, sikeres volt a délelőtt, és nagyon bízunk a sikeres folytatásban is. 5-hoz kell úszni, el ne felejtsétek, magatoknak kell számolni. A programok délután is folytatódtak, megalapozva a szombati verseny hangulatát. 2 órakor kezdődött a 8 és 19 év közöttiek triatlon versenye, a Super Sprint. Az úszást követően a versenyzők gyorsan kerékpárra ültek. Eközben a szurkolók kordon túloldaláról biztatták a fiatal sportolókat. Szuperek vagytok! Na most, kedves közönség! Minden versenyző a bringon! Figyelem! Nézzük most! A Super Sprint futással zárult. A fiataloknak természetesen nem a maratoni távval kellett megküzdeniük. A legidősebbek 2 kilométert futottak. 2021 Super Sprint verseny győztese! Most a cél van! Várvai Dávid Olga triatlon! És jön a második helyezett kiváló úszás után. A hőség még a legfelkészültebb versenyzőket is megviselte. 17:30 tartották az Extrémmen ünnepélyes megnyitóját. Nagyatád idén ünnepelte a város sávhatásának 50. évfordulóját, ami a verseny szempontjából is különleges jelentőségű. A vasembereket ehhez kapcsolódó gondolatokkal köszöntötte Ormai István polgármester. Gondoljátok meg, hogy az 50 évből 32 éven keresztül volt és van Extrémben hosszú távú triatlon verseny Nagyatádon. Több mint a fele az 50 évnek, és van ez a verseny itt a mi városunkban. Abban a városban, amire azt mondtuk, hogy akkor mondjuk azt, hogy a megújulás városa. És ez a megújulás kifejezés, ez rátok, és tőletek igaz. Rátok is igaz, és tőletek is igaz, mert a Extrémben versenyre érkezők, ti, akik most itt vagytok, és a társaitok, mindig hoztok valami megújulást, valami töbletet, valami erőt, amit átadtok nekünk. A Magyar Triatlon Szövetség elnöke, Kindl Gábor, a verseny havai gyökereit felidézve biztatta a másnapi kihívással szembenéző sportolókat. A célvonal az gyakorlatilag ugyanez volt, mint ez a vonal, tehát a földre festettek egy vonalat. Amikor arra érkezett Gordon Haller, megkérdezték tőle, hogy te figyelj, az Ironman teljesíted? És meg igen, akkor te vagy a győztes. Így vonult be Gordon Haller a történelmi könyvekben. Hát azt gondolom, hogy aki holnap sokkal szebb célkaput fog látni, sokkal szebb célvonalat fog átszelni, az is beírja magát a Magyar Triatlon történelmi könyvébe. Én nagyon örülök, hogy ezen a szobron szerepelhetek. De ti is fogtok szerepelni a Magyar Triatlon aranykönyvében, emlékkönyvében, hogy mindenkinek sikeres teljesítést kívánok, és vidám, mosolygós célba érkezést. Köszönöm szépen! Sok sikert volna! Az ünnepélyes megnyitó után a szervezők tésztapartin látták vendégül a résztvevőket. Figyeljetek, a mai tésztapartira egy marhából készült spagettivel készültünk, bolognaival. Olyanok számára, akik nem szeretik annyira húsít, a kicsit már elfogytunk, mert szerencsére úgy látom ízlet, egy vegán menüvel készültünk, majd pedig dióssal és lekváros spagettivel. Ez a vacsora volt a versenyzők utolsó nagy összejövetele az év leghosszabb napja előtt. Legközelebb szombat hajnalban gyékényesen gyűltek össze újra ennyien. A verseny napján, nem sokkal virradat után, már gyülekeznek a triatlonisták a gyékényesi tó mellett. Hozzák a depóba a kerékpárjaikat a biciklis felszerelésekkel együtt.
és elhelyezik azokat a rajtszámuknak megfelelő helyre. Miért tervezünk? Hát 12-30. Közben a versenybírók folyamatosan figyelnek a szabályok betartására. Például felvetetik a sisakokat, és igyekeznek tájékoztatni azokat, akik még nem ismerik pontosan a részleteket. Mire kell odafigyelni ilyenkor? Hát, hogy könnyű legyen tekerni, mikor indul az ember, és utána tudjon váltani nehezebbre, hogy jöjjön a sebesség. Az egyes rajtszám, mint mindig, most is a legutóbbi bajnokot illeti. Szerintem nagyon melegünk lesz mára, mint mindig, de azért azt is figyelembe kell venni. Hát én szeretném megdönteni a tavalyi időmet, tehát mindenképp, azért az egy cél lenne, meg ugye megvédeni a győzelmet. Nyilván fel lehet készülni egy Ironmanre pár hónap alatt is, de azért egy jó időre, én úgy gondolom, hogy az évek kellenek. Hát mivel hogy én ebből élek, ezért nekem ez félig meddig munka is, de nyilván nem úgy fogom fel, mint egy hagyományos munka, hanem mint egy hivatás. És tehát én azért egy kellő mennyiségű óra számot bele szoktam tenni. A triatlon versenyzője is feltűnik, aki a házigazda egyesület eddigi legjobb idő eredményével büszkélkedhet. Elsősorban saját magával néz szembe az ember. Ha már másokkal versenyzünk, legalábbis a mi szintünkön, az már szerintem megbújtat egy ilyen hosszú távú versenyt. Az én célom nem más, mint hogy egy jót versenyezzek, valahogy a mai várható hőséget túléljem, és azért a határaimat, ha lehet, akkor feszegessem egy kicsit, tehát így a legjobb teljesítményem körül tudjak menni. Készülődés közben nagy az izgalom, mind a versenyzőkben, mind a hozzátartozókban, a lelkesedés pedig töretlen. Ugyanazt a izgalmat, azt az egészséges várakozást érzem, ugyanazok a kételyek vannak bennem, ez biztos meglep sok mindenkit, hogy akár 20 év teljesítés után is sem, már lehet képzelni, hogy most nem jön össze. Mindenki kérdezi itt, barátok, kollégák, hogy na, hanyadik lesz, mondom, 21. ha beérek. És akkor csodálkoznak, hogy te biztos beérsz. Olyan nincs, egyrészt biztos nincs, másrészt meg bármi lehet, úgyhogy ugyanúgy az ember próbál mindig kevesebbet hibázni, mert hibázni fog, kell lenni A, B, C, D, E tervnek, és menni kell csinálni, és élvezni. Rögzítem egy Celluxsal, vízből kijövök, elindulok, Celluxot kipattintom, és már fogyasztom is a banánt. A kulacsok bekészítése, a rajtszámok felragasztása, egy kis bemelegítés, még pár utolsó korty, majd következik a becsekkolás a csipek segítségével. Egy kis ismerkedés a vízzel, a hőmérsékletével, néhány fotó a hosszú verseny előtt, az úszósapkák és szemüvegek felvétele, aztán gyülekező a tóparti rajtkapunál. Végül egy utolsó, biztató puszi, és kezdődhet a nagy megmérettetés. Három hullámban indították a sportolókat az eddigi eredmények alapján. Ők három kört úsztak a tóban, összesen 3,8 kilométert. Közben néhány méterre kijöttek a partra, és ismét áthaladtak a kapun. A sportolókat több százan bíztatták a parton, amire mind jobban szükségük is volt. Ahogy telt az idő, egyre inkább kutyameleg lett. Madár Gergő a bajnok, ő van a legjobb formában. Már az első szám az úszás végén Badar Gergely érkezett az élen. Így természetesen ő ült elsőként kerékpárra is. Hamarosan befutott a depóba a nagyatádi Kocsis Péter is. Hajrá! Nem sokára a váltók rajtját jelző ágyúszó is eldörrett.
Miközben a váltók nekivágtak az úszásnak, az egyéni versenyzők sora elindult a 180 km hosszú kerékpárútra. Ennek első köre a Csurgó, Iharos Berény, Böhönye, Nagybajom, Ötvös, Kónyi, Segesd és Nagyatád útvonalon haladt, majd két rövidebb szakasz következett. Frissítő állomások és biztató közönség szegélyezték a kerékpározó útját. Idén a pandémia ellenére is 450 egyéni versenyző és több mint 200 váltócsapat indult Nagyatádon. Most a szánypróbálgató újoncok 77-en vannak egyébként. 77 bátor elszánt ember, aki azt mondta, hogy hát világjárvány ide vagy oda, ő megpróbálja Nagyatádot, mert Nagyatádnak hívó szava van. És fantasztikus az a dolog egyébként, hogy milyen sokan jönnek el váltóba. Ismert arcok, akik valami miatt nem tudták vállalni azt, hogy egyéniben, de nem akarjuk kihagyni Nagyatádot, mi itt akarunk lenni. Azt üzeni az a több mint 200 váltó, amit közel 700 embert jelent most már Nagyatádon, akik részesei akarnak lenni ennek a pezsgésnek, ennek a gyönyörűségnek, amit úgy hívnak, hogy extrémen Nagyatád. A kerékpározást is Badar Gergely fejezte be elsőként jelentős előnnyel. 5,5 óra alatti versenyidővel vághatott neki a maratoni távnak. Talán nem is gondoltuk, hogy 13 óra előtt itt lehet valaki is a mezőnyből, de nem, hogy itt lehet, hanem már is fut, hölgyeim és uraim, a Nagyatád kapu alatt kanyarodik. A szervezők szerint az idei verseny nem pusztán a járványhelyzet miatt különleges. A sportolók egymás között csak azt kérdezik, jössz-e Nagyatádra? Ez az egyszerű kérdés, és mindenki tudja, miről van szó. Nagyon nagy büszkeség számunkra, és pláne ebben az évben, amikor tudjuk, hogy Nagyatád város 50 éves, és részt vettünk maga az Extrémen Kft. És azokban a dolgokban, hogy Nagyatád városának ezt az évfordulóját megünnepeljük, így már tavasszal idehoztuk az 50 kilométeres hosszú távú országos futóbajnokságot. Ezen kívül részt vettünk az 50 fa ültetésének ünnepélyes átadásakor, a kőre is felkerültünk Nagyatád városa 50. évfordulóján. Nagyon büszkék vagyunk erre, és nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogy a városba érkező más helyről, de akár külföldről is ideérkezőknek ezt a várost megmutassuk. A valamivel több mint 5 kilométeres futópályát valóban úgy alakították ki a szervezők, hogy az végigvezette a sportolókat és a szurkolókat Nagyatád belvárosán, parkjain és terein. Jég! Jég! A tikkasztó hőségben szó szerint életmentő szükség volt a folyadék és a sópótlásra. A színpadon Teos Pillemanteker 152 kilométernél tart, 180-at vállalt, mizikének gyűjtünk ebbe a teljes edénybe. Miközben a sportolók a pályán hajtottak, a veterán nagyatádi triatlonista egy görgő kerékpáron teljesítette a távot. Jótékonysági vállalásával adományt gyűjtött egy örökletes betegségben szenvedő nagyatádi kislánynak. Mindig gondoltam, miért azt csinálok, mert ez a kis beteg lány, ez kell segítség a Jüngling családnak, és ez mindig volt a fejemben. Természetesen én is találkoztam a szülőkkel, és nagyon hálás voltak. 30 kilométer egy nagy élmény volt, egy öröm, és mert már sok ember ott voltak, és láttam, hogy szponzort adták az adományt, és ez nagyon jó élmény volt nekem. A versenyen végig magabiztosan vezetve, végül 8 óra 23 perces egyéni csúccsal, a tavalyi teljesítményét is felülmúlva, elsőként ért célba Badar Gergely.
köszönet rózsája célba talán. Igazából nem volt egy időcél, csak végig akartam menni a pályát, illetve azt beszéltük meg az edzőmmel, Bajai Petivel, hogy érezzem jól magam. Tehát, hogy semmi extra, nem kell megszakadni, majd látom, hogy alakulnak a dolgok. Hát megmondom az őszintet, hogy amúgy kicsit így unalmas volt. Tehát végig egyedül úszni, aztán egyedül bringázni, és végig egyedül futni. Azért az úgy kicsit ilyen, mondjuk a futás az jó volt, ott már egész jól éreztem magam. A bringám már kezdett fájni a vége felé a derekam, úgyhogy nagyon örültem, hogy végre leszállhattam a bicóról és elkezdtem futni. Igazából nem, próbáltam végig egy azonos tempót futni, és kisebb sikerrel sikerült is egy pár másodperces differenciál volt a 8 körbe, tehát egész jól sikerült. Másodikként a székesfehérvári erdélyi Dániel szakította át a szalagot. Még alkoholiszontosan vagyok itt. Én ezt elfogadom bármikor. Meg szeretném nézni, hogy hova megy a köszönet. Egyet jobb! Bravo! Minden célba érkezőt vastaps fogadott, ő pedig egy szál rózsával köszönte meg szeretteinek a támogatást. Porányi Gábor, abszolút harmadik! Korcsoport győztes! És a bébi. Ennek jó? Jó. Figyelj, megfősüködött. Jó van, Orez. Kamerában nézd, de lefelé. Köszönjük szépen. A nagyatádiak legjobbja is kitartotta a 226 kilométeres táv végéig, és célba ért, méghozzá a hatodik helyen. És mert a vastaps, a télegyenesben Kocsis Péter. Korcsoport, bronzérem, abszolút hatodik hely, Kocsis Péter triatlon. Szóval, hogy háromszor indultam eddig ezzel együtt, ez volt a második legjobb időm. Azért messze elmaradt a legjobban, de messze ez volt a legnehezebb is. Nem biztos, hogy az edzettség miatt, egyszerűen borzasztó meleg nap volt. És valahogy a szél, a betonból áradó meleg, valahogy... Ez most egy nagyon nehéz verseny volt, de épp azért nagyon édes a befejezés, úgyhogy köszönöm az összes szurkolónak, mert nagyon-nagyon sokat jelentett a város összes pontján. Köszönöm szépen. A hölgyek mezőnyében meglepetés győzelem született. 11 óra 55 perces eredménnyel a Gödi Halupka Ágnes érkezett célba elsőként. Hihetetlen érzés, fantasztikus, nem gondoltam volna, még reggel, amikor elindultam, akkor sem, abban sem voltam biztos, hogy beérek, nemhogy így, fantasztikus érzés. Idén államvizsgáztam, így az edzések egy picit háttérbe szorultak, és 2 hónapja részleges bokaszallag szakadással, 1,5 hónap pihenőre küldtek, ennek ellenére edzettem, amit csak tudtam, a lehető legtöbbet hegyen, tekerésnél, amit tudtam, beletettem. Sorra érkeztek a célkapuba a váltó csapatok is, változó létszámmal. Hajrá! Extra energiát vigyétek! Sem a versenyzők, sem a szurkolók nem lankadtak. Még késő este is küzdöttek, illetve biztatták a triatlonistákat. Na, itt a magyar válogatott, az Aquatic Runner világbajnokságon. 25 kilométer futás, 5 kilométer úszás, végig egy öböl mentén. Megcsináljátok, nem hoztunk ránk szégyent. Hajrá, magyarok! A szervezők 3 versenyzőt is kisorsoltak. Az önevezésüket biztosítják az olaszországi világbajnokságon. Halupka Ágnes és Badar Gergő. Ági ideje 11:55-10, Gergő ideje 8:23-04. Az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a 2021. évi Extrém Men Nagyatád hosszú távú triatlon verseny. Oh,